vízinövény levelét tájlemezre tesszük, és egy felőlemezzel lefedjük, majd a mikroszkópba helyezzük. A mikroszkópnál a legkisebb 40-szeres kifutást állítottuk be, szintén az interaktív tára segítségével nézzük meg a növényi sejteket, amelyek azonban nagyobb nagyításon érdemes vizsgálni. A százszoros nagyításon szépen elő fognak tűnni a növényi sejtet határoló sejtfal elemei, illetve a növényi sejt plazmájában található zöld színtestek. 400-szoros nagyításra átugorva a zöld színtestek áramlása a sejtplazmában, illetve mennyiségi viszonyai is vizsgálhatók. Mit közelebbről lehet látni, jellegzetes növényi sejtalkot.